Az amatőr színjátszás színpad szerepet a városban is nagy hagyományokkal bír. Mindez a lehetőség, amit a hétvégén ránk következik, pedig lehetőséget ad arra, hogy ismerősökkel, barátokkal találkozzanak, sőt, hogy szakmailag megmérettessenek egymás előtt. Azt hiszem, hogy egymás előtt játszani, egymás előtt egy picit vizsgázni, mindig egy külön kihívás, egy külön élmény, érdemes megnézni, hogy izgulnak, hogy készülnek ezekre a fellépésekre. Május 10-én kezdetét veszi a 23. Moson megyei színjátszó találkozó a városban. A kétnapos rendezvényen reggeltől estig láthatnak előadásokat az érdeklődők a Flash Központ színház termében. A hétvége részleteiről tartott sajtótájékoztatót a szervező. Gazdag programot állítottunk össze, hiszen összesen 19 amatőr színjátszó csoport lép színpadra, és örömmel mondhatom, hogy idén is az egész országból jöttek színjátszó csoportok, és határon túlról is érkeztek magyar nyelvű csoportok. Szlovákiából, Felvidékről, Délvidékről, Szerbiából és Romániából, Erdélyből. Pénteken kezdődik tehát a találkozó a Nagyszokói Operett Amatőr Színjátszó Egyesület előadásával. A szombati és vasárnapi színdarabok ingyenesen megtekinthetőek a Flash Károly Kulturális Központban.